Mához illően űrruhájában egyenes valahová a csillagok közé tűnt el tegnap esti Monster Bukaresti első kelet-európai koncertje végén Michael Jackson, de látványos vizitjéről még sokáig fognak itt beszélni. A románok bebizonyították, Sarkozy dolgában semmiben sem maradnak el a világ más nemzeteitől. Jackson mindenütt rajongók serege ünnepelte, sőt a mandátumának megvédésére készülő John Iliescu elnök is szakított időt arra, hogy találkozzék a népszerű vendéggel, noha, vagy talán éppen mert, még javában folyik az elnökválasztási kampány. A Jumi magyarul körülbelül annyit jelent, zsidóz le. A Kaikni pedig a zsidók amerikai gúny neve. Jackson állít... De hogy a többszörösen plastikázott, olykor depresszióban is szenvedő pop-rock félisten a földre, azaz Ferihegy egyre száll le, az csak tegnap este 9:30-kor vált bizonyossá. A megasztár megközelíthetetlen, ám az alattvalóknak azért ad némi biztatást. Michael Jackson, mint megtudtuk, fáradt, mert napi 16 órákat dolgozik legújabb albumán, amelynek History, azaz történelem a címe. Férj minőségében ez az első fellépése, az ifjú ara a néhai Elvis Presley lány, Annalise Presley Jackson. Az első közös produkciójuk pedig a nagy nyilvánosság előtt a Heinpál gyermekkórházban a Hildeworld alapítvány ajándékainak szétosztása beteg gyermekek között. When do they get those toys? They're here. When do they get them? Are they hand them out now? I like to give it to them. They're downstairs. Yeah, oh, we have toys. We got one door. All right, you guys, move back. When you're a star of that magnitude, there is no such thing as freedom. You belong to the public. Michael Jackson különben 86 tagú személyzettel és mint egy 260 tagú statisztériával holnap kapcsolódik be személyesen is a Kelet-Európa felszabadításáról szóló videóklip forgatásával. Jackson és nem kis létszámú kísérete bevásárolni indul. Ahhoz, hogy a rajongók öröngése folyamatosan biztosított legyen, a képen látható hangulatmester Teddy felelt. Jackson nem tudni, hogy a budapesti levegő minősége miatt, vagy csak azért, hogy ne lehessen lefényképezni, de maszkot kötött magára. Michua törte ügyelt arra, hogy a figyelem ne csak a pop királyra, de időnként rá is irányul. Miközben Jackson bent vásárolt, addig többen elájultak, abban a reményben, hogy akkor talán közel. Jackson ekkor maga próbálta a tömeget megfékezni, de sikertelenül. A tömeg kapva az alkalmon azonnal lecsapott a kirakatban szabaddá vált Jackson plakátokat. Michael Jackson a várakozásokkal ellentétben nyitott volt. Miután megérkezett Casablancából, a repülőtér kijáratánál meg is állt, hogy üdvözölje az összegyűlt tömeget. A rajongók először megrohamozták az autót. Miután helyreállt a rend, Jack Lou a tömegből kiválasztott két fiatal, akik puszit kaptak a sztártól. A repülőtérről az út egyenesen szállodájába vezetett, ahol több mint 2000 rajongója várta. A tömeg buzdítására Michael Jackson 10 percenként kihajolt 9. emeleti lakosztályából és integetett a rajongóknak. Késő délután a népes stáb a parlamentbe indult. A sztárt magyar Bálint művelődési miniszter fogadta. Michael Jackson és csapata közel 20 percen keresztül az országházal ismerkedett. A miniszter a híradónak elmondta, hogy az énekes nagyon élvezte a parlamenti túrát, és szerinte jó döntés volt, hogy saját maga fogadta a pop koronázatlan királyát. A miniszter a popsztárnak ajándékot is adott, egy könyvet a parlamentről sok képpel. Jackson az országházból kifele jövet, ismét a rajongók öröngése kísérte. Michael Jackson a kobrodnál jön la 18:07,
ci cei aproximativ 10.000 de fani au avut o mare dezamăgire. Starul a primit flori de la două gemene de 9 ani, a făcut cumiuna și dus a fost. În total, 53 de secunde. Ceea ce ne rămâne tuturor e constatarea. Michael Jackson a venit totuși în România și va cânta într-o octombrie pe Stadionul Național. Întrucât concertul nu se transmite la televiziune în direct, vă așteptăm pe stadion la o întâlnire unică. Michael Jackson e cu noi! Hradu měl Jackson na obličeji tradiční černou roušku. Tu však před přímým setkáním s prezidentem Havlem odložil. Ponechal si pouze černý klobouk a nezapomněl ani na výrazný make-up. Krátkého rozhovoru využil Michael Jackson mimo jiné k pozvání na své zítřejší vystoupení na Letenské pláni v Praze a Václav Havel svou účast podle informace agentury ČTK označil za možnou, ačkoliv Jacksonova hudba mu není příliš blízká. Poté si Jackson prohlédl reprezentační prostory Pražského hradu a tradičně atakován zrušenými fanoušky i svatovickou katedrálu.